Az influenza tüneteitől egyelőre nem sokan szenvednek. A szakemberek szerint ezért ilyenkor az oltási kedv is alacsony. Sosem adatok magamnak beoltást. Oltást? Azt nem szoktam. Se nekem és a családomnak sem. A tiszti orvosi szolgálat mostanra teljesen felkészült az influenza szezonra. A figyelő szolgálatba idén 33 doktor került, akik mintegy 55 ezer ember egészségi állapotát követik figyelemmel a kistérségben. Azt azonban az orvosok sem tudják előre megmondani, hogy mekkora járványra lehet majd számítani, ugyanúgy, mint ahogy az sem, a betegség mely típusa fertőz a következő hónapokban leginkább. A védőoltások szervezése. A tiszti orvos azt mondja, a rizikó csoportba tartozók nagyobb eséllyel fertőződnek meg, így ők a védőoltáshoz ebben az évben ingyenesen juthatnak hozzá. Az influenza könnyen támadja meg a krónikus betegségben és az anyagcsere zavarban szenvedőket, az immunhiányos embereket, a kismamákat és a 65 év feletti embereket. A krónikus légzőszervi, a krónikus szív keringési betegségben szenvedők, a vese, májbetegek, az elhízott személyek, mindenféleképpen anyagcserebetegségben, például diabétesben szenvedők. A vakcinák október végétől lesznek városunkban is elérhetők. Az orvosok szerint az a legjobb, ha mindenki november végéig, a járvány kitörése előtt megkapja az oltást. A szervezet védettségének kialakulásához 2-3 hétre van szükség.